Igen nagy imádattal köszönöm, kedves közönség, hogy megtiszteltek figyelmükkel, nem leszek hálátlan, megígérem. Kedves közönségünk, akár hiszik, akár nem, a világon pontosan kétszer annyi szemöldök van, mint ahány ember. A statisztikát lerontja Niki Lauda. Szerintem beszédhibás embertársaink több tapintatot érdemelnének. Például, hogy lehet az, hogy az a szó, hogy sejpít, pont essel kezdődik. Annak meg, hogy racsol, épp R az első betűje. Néhány héttel ezelőtt kórházba vonultam megfigyelés céljából. 4 napig voltam odabenn, amit lehetett, jól megfigyeltem, aztán hazamentem. De még amíg odabenn voltam, szóba elegyedtem egy gyakorlaton lévő orvostan hallgatóval, aki tudtomra adta, hogy mostanában az orvosi egyetemre elég kevés hulla érkezik, ami azért baj, mert a sebész hallgatóknak úgy jó, hogyha valódi emberi tetemeken kísérletezhetik ki a sebészet minden csínyát, bínyát, de emiatt, hogy mostanában kevesebb tetemet kapnak, ez idő szerint kevésbé képzett sebészek kerülnek ki az egyetem falai közül, ami úgy gondolom, hogy némi idő elteltével automatikusan meg is oldja a problémát. A közelmúltban egy úgynevezett idősek otthonában léptem föl, és még mielőtt elkezdődött volna a műsor, észrevettem, hogy egy néni egyedül, elkülönülve a többiektől, magányosan gubbaszt a folyosón. Rögtön oda mentem hozzá, mondom neki, tetszik tudni, hogy én ki vagyok? Mire ő? Én nem, de ha ez a problémája, kérdezze meg a főnővért. Hát és vajon a Most Mutasd Meg játékot ismerik? Néhány éve nálunk is látható volt sorozatosan televízióban. Lényegét akkor elmondom, hogy van egy társaság, abból egy valaki kiválik, gondol egy személyre, tárgyra vagy fogalomra, és utána neki a társaság többi tagjai számára el kell mutogatnia, hogy mire is gondolt. Az a lényeg, hogy nem beszélhet. Tehát szavak használata nélkül kell a többieknek kitalálni, hogy ő mire gondolt. Na most mi az abszolút pech, magyarul bal szerencse, hogyha valaki éppen mutogat, és aközben kap szívinfarktust. És a többiek meg úgy nézik, hogy mi az, hogy görcs, vagy rángás, vagy partra vetett hal. Hát ez a pech. 8. Henrik, angol király, a történészek szerint egy igen kellemetlen, modorú, agresszív, humortalan ember volt. Én hadd tegyem hozzá, hogy szerintem egy kicsit büdös is lehetett. Következik tehát egy nap 8. Henrik életéből. Felkelés, a királynő megdugása, szarás, a királynő megölése, 6 csirke megevése, megnősülés, az új királynő megölése, egy tehén megevése, szarás, udvarlás kezdete, egy birka megevése, 1 órányi böfögés, az udvarlott személy megölése, a pápa elátkozása, 1 kecske megevése, szarás, 1 érsek megdugása, eljegyzés, a mennyasszony megölése, 1 sertés megevése, házasságkötés 1 sertéssel, a sertés megölése, a pápa megevése, hányás, elalvás. Ha az utcán pénzt kér tőlem valaki, általában nem szoktam adni. Megkérdezi, hogy van egy kis pénzed? Mire én? Igen, kösz, hogy emlékeztetsz rá. És tovább megyek.
Hát csak ön fog neki adni a napi 10-12 órányi kemény munkával előteremtett pénzből, amit a sógornőm és a bátyám keresnek, és amivel támogatnak. Aztán van, aki indokol, azt mondja, haver, adjál már egy kis pénzt kávéra. Mond neki, öreg, ide figyelj, kávéra. Hát leri rólad, hogy nincs egy nyugodt zug, ahol megbúzhatnád magadat. A ruhád méterekről bűzlik, egy merő nyomorúság az életed. Mi a francnak akarsz te ébren maradni? No de! Tényleg jó. No de! A legutóbbi ilyen esetnél bizony lelkiismeret furdalásom támadt. Hát arra gondoltam, nekem mégiscsak van mit ennem, biztonságos lakásban lakom, még egy kis készpénz is lapul a zsebemben, ennek a szerencsétlennek meg milyen van. Mindössze csak egy konyhakés a kezében, amivel hadonászik. Úgyhogy neki adtam. Az utcán közvéleménykutatást is szoktak végezni, múltkor is odajön hozzám egy ember, és azt mondja, elnézést, föltehetek önnek egy kérdést? Mire én? Igen, de ez volt az, viszlát! Az ügyben is végeztek közvéleménykutatást, no nem az utcán, hogy mi a legnépszerűbb és a legkevésbé népszerű mondat szeretkezés közben. Megvan az eredmény. A legnépszerűbb az, hogy drágám, te vagy a legjobb. A legkevésbé népszerű, vigyázz, jön a börtönőr! Érdekes, hogy azt mindenki helyesli, hogy több börtön épüljön, de senki sem szeretné, ha épp az ő lakásának a közelében. De vajon miért nem? Hát szerintem pont az a legbiztonságosabb környék. Van épeszű ember, aki azt feltételezi, hogy tolvajok, kábítószerkereskedők vagy prostituáltak pont egy börtön előtt fognak lófrálni. A bűnözők pedig, akik ott vannak, jól be vannak zárva. Ha netán valamelyiküknek mégis sikerül megszöknie, mit gondolnak, ott marad sétálgatni a közelben? Esetleg tanulmányozza a helyi ingatlan árakat? Amerikában, ahol még van halálbüntetés, ezt az ítéletet börtönökben szokták végrehajtani. És vannak olyan államok az USA-n belül, ahol úgynevezett méreg injekcióval végzik ezt. Jön a hóhérdoki, és most figyeljenek, azt a bőrfelületet, amelyet megszúrni készül a halálos dózissal, előtte alkohollal fertőtleníti. Jó. Másfél perc múlva... Másfél perc múlva el lesz hunyva, na mondd, hogy kap egy fertőzést. Közelmúltban levelet kaptam. Annak érdekében, hogy önök mindannyian egyszerre megismerhessék a tartalmát, meghívtam a levél íróját, olvassa fel, mit is írt. Utána pedig majd következik a válaszom. Halljuk először a levelet. Kedves Galla Miklós, pályakezdő dalszövegíró vagyok. Szeretnék dalt írni Vascső címmel, de sajnos eddig egyetlen szót sem sikerült találnom, amely rímelne arra, hogy Vascső. Kérem, segítsem! Arra szóra, hogy vascső, oly sok rím van. A vascső szóra rímeket könnyű lelni, s ha kész a dal, már lehet énekelni. Sok száz rím van arra, hogy vascső tényleg, ebből már eddig is számos dalszövegíró élt meg. A vascsőről hát te is bátran versej, s majd meglátod, mi gyorsan telik.
hullik a persej. Vascső, 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 ó, vascső. Kell, hogy a problémára rálás. Remélem, e vélemény nem túl eretnek. Az ipari szövegek mindig sikert aratnak. Vascső, vascső, vascső. Kedves Galla Miklós, nagyon köszönöm, hogy dalban válaszolt. Figyelmesen meghallgattam a számot többször is, de sajnos a vascső szóra egyetlen rímet sem találtam benne, mert a sosem a sorok végén, hanem vagy az elején, vagy a közepén szerepel. Ha ön azt állítja, hogy több száz rím van rá, miért nem támasztotta ezt alá legalább néhány példával? Arról sem tudok, hogy más...